Most egy másik előadásról lesz szó, vagyis inkább egy témáról, amely egy másik előadás kapcsán, egy másik készülő előadásunk kapcsán foglalkoztat engem, és azt hiszem, hogy kíváncsi lennék a véleményetekre. Ugye régi kérdés, hogy politika, mit jelent a politika, mit jelent a politizálás, Mit jelent a színházban a politizálás, mi az a politikai színház? Oké, okay. lerágott csont, hogy a politika az a közügyekkel való foglalkozás. Ezt szeretjük összetéveszteni a pártpolitikával, ami pedig valamelyik pártnak az elvrendszere melletti kiállást jelenti. Nem akarnék belemenni ebbe, én a politizálás alatt a közügyekkel való foglalkozást értem. Na de Magyarországon így van -e ez? Vajon ezt értjük -e ez alatt? Az a kérdésem, hogy szerintetek, bár igazából magam és ezen gondolkozom, hogy vajon meddig mehet el a színház politizálásban? Én azt hiszem, hogy itt a Komában mi nagyon keményen politikai színházat csinálunk. Azt hiszem, hogy a színház nagyon keményen politikai kell, hogy legyen. Mindenképpen közügyekkel kell, hogy foglalkozzon. Van a szórakoztató színház, persze. Azt hiszem, hogy a szórakoztató színház is attól tud jól szórakoztatni, hogy valami közügyekkel foglalkozik, csak éppen vagy nagyon kikarikírozva, vagy <coughs> hagyjuk is. Véleményem szerint, ha nem közügyekkel foglalkozik a színház, akkor nincs nagyon értelme. Ráadásul Magyarországon, mivel írtó sok támogatást kap, állami támogatást, ami azt jelenti, hogy a hétköznapi emberek adják össze a színházra a pénzt, ezért pláne nagyon fontos szerintem, hogy ne öncélú legyen, hanem közügyekkel foglalkozzon, ami érinti az embereket, akik kvázi fizetik a színházat. Mi itt a bázison tényleg ilyen adásokat csinálunk. A közösséges színházi adásaink is mind ilyenek. Foglalkoztunk mint téma az oktatással, foglalkoztunk a, drog, a droggal, foglalkoztunk a családdal, foglalkoztunk a párkapcsolattal, foglalkoztunk az erőszakkal. Ezt nem tudtuk megmutatni, ezt az előadást, de ez majd talán egy másik vlognak a témája lesz. Szóval mindig olyan témát választunk, ami azt gondolom, hogy fontos közügye az éppen aktuális korunknak, és ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Szerintem a színház azt tudja megsegíteni, hogy ezekről a nehéz kérdésekről tudjunk beszélni. Ad egy felütést, ad egy, egy beszélgetés indítót. Éppen ezért szerintem elég fontos, hogy egy színházi adás az ne, ne egyértelműen mondjon véleményt. Nyilván nem lehet attól szabadulni, hogy az alkotóknak van az adott kérdésben valami véleményük, de mégse erőltesse ezt rá a nézőre, hanem csak felvesse a témát, jó kérdéseket vessen föl. Nyilván a téma valamilyen megmutatásával. Na most a kérdésem az az, hogy vajon Magyarország mit bír el. Ha én egy előadásban, mondjuk egy adott médiumból idézek, akkor az már pártpolitizálás -e? Ha arról szeretnék egy előadásban beszélni, <kül> hogy hogyan működik egy adott médiumnak egy adott műsora vagy rovata, ha ezt egy az egyben meg akarom mutatni, az vajon pártpolitizálása? Vajon meddig lehet elmenni úgy, hogy ne lehessen egy előadásra rásütni azt, hogy ez most ellenzéki vagy kormányoldali? Mert egyik sem akarok lenni. Nagyon félek attól, hogyha megmutatok valamit egy előadásban, hogyha beleírok egy előadásba valami konkrét utalást, akár szó szerinti utalást, nem azért, hogy kinevettessem őt, hanem azért, mert mit tudom én történelmileg hű akarok lenni, hogy nagyon félek attól, hogy, ez, hogy az azonnal egy politikai színezetű előadásá válik. Amihez nyilván nincs kedvem, tehát akkor elveszti a célját. Most nyilván erre nem tudok úgy rávilágítani, hogy ne lőném le az ötletet, de nem akarom lelőni az ötletet, tehát arról még nem akarok nekik beszélni, de azt mindenképpen szeretném tőletek kérdezni, komment, válaszvideo, bármi, levél, e-mail, messenger üzenet. Szóval hogy az, az, egy izgalmas kérdés számomra, hogy ti mit gondoltok? Meddig mehet el egy színházi előadás? Úgy, hogy miközben nézed, ne szülessen meg benned azonnal az a szimpátia, vagy az vagy az, a, vagy az, az antipátia, ami mondjuk egy ilyen kettéosztott országban, amiben élünk, megszületik azonnal, hogyha valakiről kiderül számodra, hogy ő ellenzéki, vagy kormánypárti. Ugye mindkét esetben vannak nézők, akik, akik elkezdenek szimpatizálni majd vele, hogy ő is, ő, is, ellene van, vagy na ő is, ő is velünk van, vagy pont, hogy elkezdi utálni. Amitől én azt gondolom, hogy elveszik a mondani való. Tehát egész egyszerűen onnantól kezdve, hogy, hogy a saját buburékodban lévő előadást nézed, vagy pont, hogy a saját buborékodon kívüli előadást kezded el nézni, mert hirtelen világossá válik számodra, hogy ho, ho, ez a másik buborék, akkor szerintem nem fogod tudni az előadást nézni. Van egy ilyen prekoncepcióm. Az is szuper, hogyha azt mondjátok, hogy ez hülyeség. De hogyha ebben van bármi igazság, akkor, akkor abba segítsetek nekem, hogy vajon van-e van -e valami határfogóckodó. Nagyon, nagyon megszerettem azt a témát, ami, ami ami foglalkoztat, mint előadás. Ez egy kétszereplős darab lenne. Valahogy kicsit azzal játszana, ami, ami az elmúlt egy évben történt velünk, hogy színház is, meg stúdió is, hogy youtube kell, de elszínház, meg nem elszínház, meg nem tudom, kicsit ezzel játszana. Ez lenne az egyik vonulata az előadásnak, a másik vonulata pedig, pedig a körülvevő világ, hogy, hogy mit tudunk elhinni, vagy mit nem tudunk elhinni, hogy attól függően, hogy ki mondja, el tudom elhinni, vagy nem. És azon gondolkozom, hogy ha én elkezdek megmutatni valós eseményeket az elmúlt másfél évünkből, akkor attól félek, hogy, hogy elvesztem, elvesztem a nézőknek a figyelmét. Hogy át fog a fókusz kerülni azonnal arra, hogy én az ő pártpolitikai preferenciájukkal azonos vagy ellentétes dolgot állítok. Ahelyett, hogy arra menne a fókusz, hogy miről beszélek. És nem azért félek, mert ki fog derülni, hogy mi az én pártpolitikai preferenciám, jelentem nincs, színháza alkotóként pedig pláne nincs, abszolút nincsen pártpolitikai preferenciám, hanem azért félek ettől, mert nem fontos, azt hiszem, egyáltalán nem fontos a pártpolitikai preferencia. Az, az nagyon fontos, hogy mit gondolok bizonyos dolgokról. Az nagyon fontos. Nekem a, nekem a Máté Gából volt az egyetemen a tanárom, az osztályvezetőm, a Horváth István mellett, és a Máté Gábor egyszer eh, egy nagyon jó, nagyon, nagyon fontos dolgot mondott, vagy hát bennem valami nagyon megragadt, azt hiszem talán az mert számomra nagyon fontos volt. Volt egy helyzet, ahol az egyik osztálytársunk az mindig, mindig más véleményt mondott, mint a többiek. A többiek mindig ugyanazt látták a jelenetekben, ő mindig mást. És akkor egyszer csak megkérdezte valaki a Gábor, hogy de figyelj már Gábor, hát most mit csinálják azzal, hogy ez az idióta, ez mindig mást mond, mint a többiek. És akkor a Gábor, nem tudom, hogy ez egy, ez egy átgondolt elmélete -e neki, vagy csak úgy kijött belőle, de azt mondta, és ez számomra tényleg a mai napig nagyon fontos, hogy két lehetőséged van. Az egyik az, az hogy felhúzod rajta magad, és azt mondod, hogy hülye. A másik pedig az, hogy átgondolod, hogy hogy tudnád úgy játszani, hogy ő is azt lássa, amit szeretnél. És ez nekem nagyon tetszik. Nyilván azért, mert ez rám ró feladatot, és ez szerintem sokkal izgalmasabb, mint azt mondani a másikra, hogy ő hülye. Gondolkodtatni szeretnék, témát szeretnék felvetni. Engem nagyon érdekel egy, de borzasztóan félek, hogy a nézők nem fogják tudni a témát nézni, hanem csak és kizárólag örülni tudnak majd annak, hogy én is mi, hogy megmondtam, vagy örülni tudnak majd annak, hogy, hogy ez az, ő is velünk van, vagy el tudnak szomorodni, hogy hát pedig róla azt gondolt. Szóval, hogy ezt nem, ezt, ezt nem szeretném. Mert pusztán azért, mert nincs ilyen. Nincs ilyen, nincs ilyen, hogy én velük vagyok, vagy velük vagyok, vagy nem tudom. Vannak témák, amik érdekelnek, és amiben van gondolatom és véleményem, és az itt csinálok színházat, hogy ezeket megosztom az emberekkel, mert szerintem ezek fontos témák, amikről érdemes beszélgetni, és mert érdekel az ő véleményük. Ezt szeretném valahogy elérni, de nagyon félek, hogy, hogy ma Magyarországon nem, nem, nem lehet úgy előadást csinálni. <laughs> szóval nagyon félek, hogy ma arról, hogy mit... Oké, oké, okay, okay. el kell árulnom a témát, mert nyilván ez így nagyon ködös. Az előadás témája, az mondjuk olyasmi lenne, hogy... Hát kicsit ez a, ez a fake news, de ez így bonyolult. Sokkal inkább a hitelesség. Szóval, hogy valami olyasmi, hogy, hogy a, meg a buborék is benne van nyilván, ami nem kezdem el mondani, hogy micsoda, mert utána lehet nézni, nálam sokkal okosabb emberek kifejtették, meg kifejtik. Szóval egy kicsit az érdekel engem, hogy, hogy mit hihetünk el és mit nem, mit tudunk és mit nem, hogy lehet, hogy totál ellenkező állításokat kapunk azonos időben, akár egymás melletti helyekről, hogy, hogy ez mit, mit, mit tesz velünk olyan kérdésekben, ami egy meg egy az kettő. Tehát hogy lehet, hogy bizonyos helyekről azt mondják, hogy kettő, másik helyről azt, hogy kettő fél, harmadik helyről azt, hogy másfél. Tehát hogy ez egy kicsit ez engem érdekel. Azt hiszem, hogy ez, ez egy elég fontos kérdés a mai, mai életünkben, hogy, hogy nagyon ez határoz meg minket, hogy de ott azt olvastam, ott mondták, azt hallottam, ő mondta, hát benne volt. És mert mely, melyikben? De attól félek, hogy erről nem lehet úgy beszélni, hogy ne, ne egy ilyen pártpolitikai színezete legyen az egésznek. Úgyhogy arra kérlek, hogyha van erről gondolatod, véleményed, akkor oszd meg velem a kommentben, vagy írjál levelet, nagyon szeretek levelet kapni. Posta megtalálható a honlapunkon. Iratkozz fel, meg lájkolj, amit nem itt... Nem. Igen? Nem, most kivételesen nagyon jókor. Mert éppen most búcsúzok el, és azt utálom. Hát, hogy így el kell mondani, hogy feliratkozz, meg ezért. Elkezdtem nézni egyébként a YouTube videókat, ezt most neked elmondom. Elkezdtem nézni a YouTube ereket. Elkezdtem nézni... Na. Hallasz? Igen. Na, elkezdtem nézni a YouTube ereket. Van egy kettő, akinek nagyon szívesen beszólnék. <laughs> nem, nem, hát ezt... Jó, ja, nem, ezt csinálják nálam jobban. Igen. Van aki... Igen. Jó van. Na, jó van, csókollak, iratkozz föl. <szerűen> Szevasz, hello.